Varázsviharok, 60-nál tüzes denevérek, menj a picsába, jó van. 70-nél már élő állat eső. Ez csak jó farmolni, mit akarsz? Aztán 75-nél valami Doppel Gonger nevezető dögjön, 80-nál Enderman meg Wither Potion-ök, 85-nél Nagy Szél, 90-nél Ender Pearl, 95-nél Blaze Fireball, na, nagyon jó ez. Inventory Swap 125-nél, 130-nál random teleportálások, 150-nél Wither, nem kéne, jó, elolvastuk. A figyelmeztetést elolvastuk. Mégis Nether Star, érted? Igen, a research-ot kéne, a research table-t kell megcsinálnom, és azzal el tudok indulni. A research table pedig, hogy készül? Research. Nem így készül a research table, hogy beírom a neibe, egyem az uzáját. Pedig, ha csak így készül. A scribing tool az fekete színezőanyag, toll meg üvegfiola. Research table, simply rakja két asztalt egymás mellé, és a scribing tool-lal kattintsak rá. Jó, tehát scribing tool, és jó asztalt csináltam, csak nem jól használtam. Akkor lehet, hogy mégis tudsz csinálni kettő sárdal? Nem fogok tudni aspektusokat gyűjteni, de az alapokat felhasználhatom arra, hogy esetleg kikutassuk ezt a kurva főző genyót. Jó, én addig elmentem a Twilight-ba. Úgy is tudom, mi lesz ebből. Igen, érzed, hogy mi lesz ennek a vége hosszú távon. És akkor 10-es magasság. És ez így nem... 10-15 valahol ott, igen. Ezek ilyen ércek ugyanúgy spónolnak össze-vissza, orcsánkók, tehát hogy ez nem változott. Tehát várj, ez is orcsánkókban van? Persze. Ó, hogy ez jó lehet. Jó van. Jó, figyelj, én itt szopok, te meg ott. Ez így megnyugtat? Az igazat mondja. Ja, hát figyelj, nem véletlen van az a borító megcsinálva, maradjunk annyiba. Greg bácsi tett róla. Szóval... Ide lerakok két asztalt, nem nyomok rá bottal, meg izé, mert az izé, és csinálok scribing tool-t. A scribing tool az valamilyen tollas genyó. Benne van a neibe? Persze, benne van a neibe. Az üvegfiola, a sima üvegszemcse, meg valami gumidarab. Értem. Üvegcse, szerintem üvegcsének itt kéne lennie, igen. És a gumidarab, az hogy van? Jaj! Már igen, megtámadtak! Ki támadott meg téged? Valami nagy kutya. Rubber bárból, aha, gumi bárból szerszámokkal. Gumi bár van-e valahol nekünk itt? Igen, egy darab gumi bárt szét fogunk kapni. Kis üveggé, alszok egyet közben. Van egy jó hírem. Igen? Aqua, hogy hívják, ott találtam. Az jó, gyűjtögessed ezeket a sárdokat, mert... Srodanyámba is vagy? Szopat minket Dezső. Oké. Okay. De nem áll, itt a rubber bar a kezemben, most akkor mi hiányzik? Ja, hogy ez valami stíredi butadén rubber bar, rohadjál meg játék. Olyan speckó rubber bar kell ahhoz, hogy ezt megcsináljam. Nincs másik recept. Viszont... Tudod, mennyire ügyes és okos voltam? Na. Kaja nélkül jöttem el bányászni. Igen, az jó. És a szilikon gumi? Ahhoz meg szilikon rubber kéne, ami egy külön szilikon rubber. Hogy lesz mindenki... nekünk szilikon gumink?
szívás megcsinálni, hogy néztem. Nem lehetetlen, de szívás. Szulfur, meg valami polimetil-szilokszán, vagy a, Jézusom. A képletében szénen és hidrogénen kívül van benne valami? Szén, hidrogén, oxigén, szilikon. Akkor azt össze tudjuk rakni. Aha. Kémiai reakció, dimetrikol szilikát, vagy a metanolból. Metanolból és rószilikondászból, meg hidroklorsabból, persze. Metángáz, olyat már csináltunk, klorin, olyat is, meg víz, de a rószilikondászt, a szilikonunk az tisztán volt. Nincs, szilikont az gyártanunk kell. Igen. Ez természetben nem fog szilikon. És chemical reaktorban medium volt így, large chemical reaktor. Az felejtős, nekünk a kis chemical reaktorunk lesz csak egy ideig. Jó, oké. Okay. Én is mindenkit szeretek. Taumcraft a süvegfiolának a dugója, az problémás nekünk. És nem lehet sima gumiból. Nézd meg a Scribing Toolnak a receptjét. Scribing? Tehát nem a toll meg a fekete színező anyag lesz a probléma, tehát maga a tinta, hanem az üvegfiola. Ez egy kis üvegünk az van, az nem gond, de van egy ilyen kis gumi kupakja. És az a szopás. Na nézzük. Fekete színezé. Aha. Az a rubber, szilikon, vagy a rubber round, hát ha... Igen, azt néztem, tehát hogy ott van a rubber round, az sima a gumi. Jó, 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 megvan, megoldottam. Ijeszteged itt engemet. Jó van, na, én magamat is. Ne aggódj. Megvan az üvegfiola, oké. Okay. Magamat is ijeszgetem, nem csak téged, nyugodj meg. Jó, toll az nem lesz gond, viszont kell találnunk fekete színező anyagot, vagy tintát, vagy ilyesmi. Egy pillanat is szerzett neked. Nem kevés kell a tintából, mert tudod, az olyan fogyóeszköz. Persze ütheted a halakat is. Igen, nem hiszem, volt kb. Stackünk. De mondom, üthető a hal is, hogyha véletlenül arról van szó, hogy le kell farmolni, szóval... Jó van. Találtál, vagy szerezzek egy még egy nem gyors. Találtam. Akkor szerzett neked még a keresésben vagyok. Tintahal! Az, annak hívják, igen. Na, felkaptam, vagy el kell mennem a párt? Persze, de kell mennem itt az utcán aljárat. Jaj, de jó. Na, akkor én addig megnézem, hogy hova dobtam ki tollat. A csirkéknél biztos, hogy van egy stacknyi. Ja, azt tuti, attól nem félek, hogy van egy stack tollunk, mert... Egy tintazsák kell most így a rövid távon. Rövid távon egy is elég, mert egyet találtam. Tudod, újra kell töltenem időnként a... ezért. Na most gyorsan levadáztam egyet, egy skidet neked. Jó. Ha visszafelé jössz, akkor a tollak felé gyere léci, mert azt nem találok. Lehet, hogy levittük ám oda rendesen egy helyre. És mennyi toll kell? Egy. Ez nem sok. Nem, valóban nem... Nem komoly kihívások elé állított a játék, csak kihívások elé állított a játék. Ezt a kurva élet! Fényves, jó vagy! Greg, te kell játszok, szerinted? Igen, igen. Ez mindent elmond. Ez tény. Na nézzük. És akkor ezt neked hová kell raknom? Berakom ide a crafting table-be, jó? Például ott a alulra a fiola, nem az kellett oda, igen, azt kivettem.
agy-agy scribing tool, és ezzel kell... Nézd, várjál, ne menj el, nézd meg a progress-t! Azt nézd meg, hogy mit csináltunk meg... Kutatóasztal! Oh. És... alig van aspekt. Nyugodtan belenézhetsz, van benne pár aspektus, tudod, ezeket meg kevernem is kell. Tehát itt most majd menni fog az aspektus keverészés. Papírt kell bele minden mennyiségbe rakni, és fogyni a tinta a scribing toolba. Jó, meg kell csinálnunk ide mellé a Towncraftos dobozt. Akár fadoboz is lehet, ha lenne nálam doboz. Jó, viszont akkor én most emeltek bányászni, vagy? Menj el bányászni, mert én még itt... Aj, mennyi papírt találtam még. Jó, hogy ez be van készítve. Csak nem ez kell, hanem ez nálam kell majd legyen, úgyhogy egyelőre ezt ide teszem, és doboz kraftolása következik. Nem, előbb keresgélése egyébként. Hát, hanem... Az mi? Az fire brick, nem firewood. Jó. Nem nagyon dobáltunk szét dobozokat a dobozainkba, ahogy elnézem. Abban a dobozban, ami ott van a farmok alatt, van 2 darab acéldobozunk. Nekem az is jó. Egy darab doboz kell, tudod, hogy az apraját, mert nagyon sok ilyen apró szarság van, és már ilyen gumi darabka van, amiből majd a további üvegek fognak természetesen készülni. Fafarm alatt van doboz? Igen, egy acél doboz. Aha, tényleg, jó, oké. Dankeschön, nekem megfelel. Csak nem mondok hülyeséget, látod. Jó, hát... Azért beszélgettünk, hogy hallják a hangunkat. Úristen, eszem jutott valami. Vala, tett meg bűn mentve. Acéldoboz, igen, és akkor ezt oda kirakom. Pala, most az egyszer tett csüribe az ődöt, kérlek szépen. És kérlek szépen, Pala, kér. Igen? Igen? Tudod, milyen spawnerünk van nekünk? Na. Druida spawnerünk. Az nekem eléggé májikusnak tűnik. Hasonlít a dolog arra, amit mondasz. Megfarmolod? Nem, amiben farmoltam ebből egy csomót, és nézem, hogy hát dobnak ilyen szutykot, bár úgy nézem, hogy nem nagyon. De miért nem? Hogy volt? A papírt kellett a kezembe venni, egy darabot. Megnyitni a Taunomikont. Bemenni a megfelelő oldalra. A Gregtekes oldalra, és rákattintani. Scribing tool is kell legyen a kezembe, értem. Jó, azt kiveszem a Scribing toolt innen. Csinálok egy szabad slotot az inventorimba, hogy tudja hova tenni. Ez zűrös lesz. Megeszem a kaját, hát ha segít. Nem tudok még kajálni. Akkor kirakom az item pipe-ot. Berakom a helyére a kaját, és most kattintok rá, hogy ez az! Igen. Hát a kutatásnak a papír darabját be tudom tenni ide. Meg ezt is be tudom tenni ide. És most kellene összekötnöm... Ó, felfedezetlen aspektusokat kéne bekötnöm. Baj van. Akkor kell neked az a láncsot, jól sejtem. Nem, most nekem kell a jobb oldali monitoromra egy Towncraftos aspektus, mert én biztos nem akarok pazarolni, ameddig nem tudunk ezért csinálni, tudod? Nem tudunk ilyen kutatószart csinálni, nem tudok aspektust felfedezni, csak úgy, hogyha... Aspectéből... Na, itt vannak nekem, jó. Tehát... Egy felséges kérdésem. Igen? Mennyi aqua szutykot kérsz tőlem? Így első körbe. Aqua mit? Shard. Hát alapvetően nincs az a mennyiség, ami elég lesz. Jó. Mert hogy abból tudod neked gyorsan is sokat hozni.
Olyat már találtam. Az se baj, ha van, csak azt mondom, hogy hát ezek a cuccok így úgy kelleni fognak. Így most, hogy így most hosszú távon biztos nagyon sok, de rövid távon se kevés, tudod. Meg kell nézzem a leírás. Olyan rég towncraftoztam, hogy nem tudok kutatni. Na, azt mondja, hogy a scribing tool bal fölőre. Tehát Lambert. Az is jó. A három oda megy, majd a, ott mennek jobb oldalra, bal oldalra az aspektusok. Oda megy a kutatás, igen. És akkor össze kell kötögetni, igen, azt értem. Ez szopás. Ah, furcsa, oké. Egy pillanatra megjettem. Igen, ez a pálca, alkímia. Ezek ilyen alapszintű eszközök, jobb szemüveg, stb. Itt volt a research table is egyébként. Arcane Stone, de hát még hol vagyunk a multiblokkos kraftolástól. Igen, a gólemek kikutatása, oké. Okay. Automágia, amivel a kristályokat fogjuk. Bázis. Egyébként hosszú távon majd fogunk tudni csinálni liftet Towncraft-tal. Ez mi a tököm? Blood Magic, király. Mágikus elektromos eszközök. A botánia. Arról azt se tudjuk mi ez. Malefícia. Aha. Forbidden Magic, értem. Igen, az felfedezés. Azt mondja, hogy különböző gyűrűk, gépek. Energia, mágikus energia. Arcane Crafting Terminál. Nem túl messze. A Taumic Horizonsban ilyen növények és egyéb ilyen dolgok. Meg a golem irányító. Erről semmit nem tudunk, de nagyon nem. A Warp Technology, igen, az messze vagyunk tőle. Boszorkányságok. Az is Arcane Stone és Ethereal volt, de az Forbidden Knowledge. Spinning, az nem tudom mi. Jó, egyre ennyivel hazajövök. Blood Magic, ugye a New Horizons lezárt néhány receptet, hogy egyem az uzáját. És még a Witcher is. Az összes varázslós mód benne van. Remélem nem kényszerít rá mindegyikre, mert akkor én itt... Harapít követszem? Mondjuk így a leszopom magam. Így kb. Jó van, 47 darab ilyen aquashard cucca jövök haza. Nagyon szép teljesítmény. Az azt jelenti, hogy megvan a negyedik is. Elméletileg ez viszont, hogyha berakod hammerbe, akkor ez négyszerezi. Jó, hát az majd az a következő lépcső. Oké. Okay. Szopás. Az van, hogy a kutatáshoz nekünk, ha jól vettem ki, valahogy kereszteznünk kéne dolgokat, de én nem látom, hogy keresztezne a lelkem. És ez egy kismértékben zavar. Igazán ki lehetne váltani ezt a szügykot. De hát amikor a kötelező taumcraftozás van,
Pala! És akkor ezeket a sárokat nem lehet egyiket a másikba átalakítani esetleg? Már hogy ért? Nem igazán. Igen, vannak az elsődleges aspektusok, meg vannak az összetett aspektusok. Igen, és hogyan kombinálom őket? Primal és Compound, igen. Igen. Igen, és hogy ezt hogyan rakom össze? Igen. Igen. Semmit nem fedeztünk föl. Jó hangzik. Papír. Azunk van. Tudom, itt van 50 darab nálam. Végre valami, ami van. Azt nézem, hogy nálam kell legyen a papír, vagy benne kell legyen a papír, tudod? Uh-huh. Még így ismerkedek a dolgokkal. Tehát olvasom a leírást, hogy hogyan... Igen, terra és akvát kombináljak, mint a legegyszerűbb, és... Terra és akva. Hát eltűnt, csak éppen nem tudom hova. Jó is az, ugye? Aha, akvát hozok. Ehhez segít. De én aspektusokról beszélek most, nem sárdokról, de ja. Tehát, hogy itt különböző részeit kell állokkolni, és nem sikerül az alapállokkolás nekem. Ami nagyon zavar. Igen. Kombinálni az aspektusokat. Aha, drag and droppal húzzám fölé. Nézzük meg. Aha, megvan, jó, oké. Van már Victusunk. Tehát már tudom, hogy kombinálunk aspektusokat, és akkor most jön a puskázás. Ó, Istenem. Mi az? Nem, rossz táblázatot néztem szerintem. Tudod, meg kell csinálnom az aspektusokat ahhoz, hogy... Na muszáj megcsinálnunk azt a kutatógenyót, azt nem ússzuk meg. Addig itt nem lesz semmi. Van kutatásom, ami működik egyébként. Ha egyszer kikutatok egy kutatást, utána ki tudom venni még egyszer elvileg ugyanazt. Tehát, hogy lehet duplázni majd későbbiekben a kutatást, hogyha azt akarjuk, hogy neked is meglegyen. Bár nem feltétlenül kell. Kell. Jó, de csak azért mondom, hogy oké, akkor sárdokat áthozom, az alapsárdokat ide ebbe a dobozba, hogy lássuk, hogy hogyan állunk a témához. És jó. Teszek egy kószakísérletet arra,
hogy a meglévő shardokkal craftolok. Jó? Jó. Megnézem, hogy a taumométert meg tudjuk-e csinálni, mert... Csak kell csinálnom hozzá gold platinget, meg valami gyémánt lencsét. Figyelj, de berakom a 47 darab, amit összeszedtem. Persze, jó? Persze, ott látod, visszintesen el van rakva. Jó. Jó, meg az én gyémántot keresek. Mennyi kell? Hát egy darab gyémánt lencsét kell megcsinálnom, és itt van egy flow diamond. Itt van 6 gyémántért, ha gondolod. Hol? Ja, jó, oké. Az van fenyves, hogy kapkodom a fülem. Jó, tehát én meg segítek, ahol tudok. Igen, csak kurva nehéz abban segíteni, amit én se tudok. Érted a problémát? Igen. Tehát taumométert craftolunk, és a taumométer közepén van egy gyémánt lencse, amit tudunk craftolni latéban, exquisite diamondból, diamond labból. Csak az exquisite diamondot nem árulj el, hogy honnan lesz. Az bányászás során eshet valamekkora eséllyel. Igen, meg látom, lézergravírozással is lehet csinálni, meg robbantásos módszerrel is lehet csinálni, meg csak az a baj, hogy a Flawless Diamondból 3 darab. Jaj, hagyjuk már, ez az felejtős, ez a recept. Szerintem nem lesz most hirtelen 7.864.320 EU per tikkünk. De egy gyémántlapot tudunk csinálni. Gyémántlapot? Aha. Azt egész könnyen. Gyémántlapot, diamond plate-et tudunk csinálni? Hogyan? Van itt ez a... Mindjárt mondom, ne haragudj. Itt van egy gép, ami... Cutting machine, basic cutting machine, említik ez a vágógép. Igen, de nincsen vágógépünk se, azt hiszem, vagy van? Nincs, de azt egész könnyen megcsináljuk, az kb. Egy 10 perces projekt. Egész könnyen megcsináljuk 10 perc. Cseréljünk? Elmész te bányászni? Jó. Tehát az a... Értem én, hogy nem kellemes, de hogy így... Basic cutting machine. Igen, annak és is... És ehhez van a questline, tier 1-be. Diamond saw blade, igen, ahhoz kell kicsi gyémánt por, meg cobalt breath gear, ha jól látom. Mhm. Uh-huh. Vagy nagy gyémánt por és cobalt breath gear assemblerbe. Ez a gyémánt por kell egy darab, meg ez a cobalt breath gear, ami rengeteg cobalt breath plate-ből, nem, simán cobalt breath ingotból ki tudod extruderezni 120 EU per tikkel az egy darab breath. Rász erre a 4 darab cobalt breath ingot egy darab cobalt breath gear-re? Én meg megpróbálom a gyémánt por projektet. Egy pillanat. Macerátorral Crush Diamond lesz, utána még egyszer lemacerálom, jó, kétszer le kell macerálnom a gyémántércet, azt mondja. És óvatos duhajként egyesével fogom csinálni. Basic macerátor, igen, belevágom ezt, csinálja. Jó, erre büszke vagyok. Ez megy. Végre valami működik. És akkor te szeretnél ebből fogaskereket látni? Konkrétan kell egy fogaskerék, igen.
Ebből két darab Crushed Ore lett, és nekünk ehhez a porhoz, amiből egy darab kell, ezt még egyszer le kell macerálni, az egy darabot. Azt mondja. Oké, ez is működni látszik. Mert ezt ki lehet csütni? Kedves játék, ki lehet csütni? Ki? Oké. Hogy hívják ott, használod jelenleg? Extrudert? Nem, a macerátorba dolgozok éppen. Jó van. Megvan a gyémánt por, mert csak meg kell mosnom, de hát az... Az így ennyi, hogy bedobom, kiveszem. És akkor a nagy... Diamond Dust. Nagyon jó. A gír kell neked, ugye? Igen, a nagy gír kell. 4 ingotot használ el egy gírhez. Az extruderben benne lesz mindjárt, ha... Jó, az assemblerben van cucc, azt ki kéne, el kéne használni, tinkábelt kell belerakni, ha jól sejtem. Mert van benne gumi. A tinkábelt kiveszem belőle, de ilyen kopasz tinkábelt kell belerakni. Ja, igen, mert munkában voltam, csak aztán megölte a játékomat alag. Király. Ennyire nem. Nem király. Oké, hova rakjam ezt a kupronikkel fogaskereket? Milyen kupronikkel? Hát ez a Cobalt Breath gear, bocsánat. Crafting table-be. Egyelőre. Beraktam neked középre oda, tessék. Teljesen jó. Ki kell használni az anyagot belőle, és akkor utána a fűrész blade, az az assemblerben program nélkül üresen le fog futni másfél perc alatt. Jó. Akkor mivel minden adott hozzá, ezért csak annyi van, hogy ki kell használni belőle az anyagot. Úgy látok, megtörtént. És összerakjuk most 80 másodperc. Igen, írja is. Jó van. Van még egy anyagunk, ha gondolod. Mondjad? Van még egy anyagunk, ha gondolod. Mert hogy úgy gondolod, hogy kell még egy vágógép? Tehát szerinted erre itt szükség van? Mondjuk egymást kipróbálhatnánk. Csinálok bele fűrészt. Mit szólsz hozzá? De ez az. Ne csinálj belőle fűrészt, most csináljuk a fűrészgépet. Hát a kézi craftinghoz még mindig fűrészt fogsz használni, nem? Tehát ilyen kézi fűrészt. Hát, hogyha egy darabokat kell csinálni, igen, amúgy nem. Tehát azért mondom, hogy most csináljuk a fűrészgépet. Csak a fűrészgépnek a vágófejét csináljuk éppen meg. És az fogaskerék lesz gyémánt bevonattal. Ahogy így kivettem. És gyémánt. Egy blokknyi gyémántból lett két darab ilyen vágófejre elegendő por. Tehát, hogy még csak nem is ilyen eszetlenül drága, tudod. Még egy kérdésem van, amit nem fog szeretni. Nem csináljuk meg egyből a medium voltage-os verziót? Mert úgyis megadja az előzőt, ahol... De megcsinálhatjuk azt is természetesen, sőt. Csak hol van medium voltage-unk? Medium voltage-os részleg, tudtam már ő itt. Aha, jó, oké. Okay. Itt minden... Jó. Az ötlet jó, hogy rögtön csináljuk a magasabb szintűt, mert mégis nekem teljesen tök mindegy, hogy melyik közepét gyár. Kb. Ennyiben különbözik, hogy milyen kábel, de minden adott ahhoz, hogy egy-egy medium voltage-os gépet legyártsunk, és most igazad volt szerintem. Úgyhogy medium voltage-os gép. Nem adta meg, de nem érdekel különösebben. Tehát előzőn megadta. Én addig elkezdek raw iron indokat. Várjál, mert azt nézem, hogy sima copper kábel, egy darab. Jó, kéne. Itt van egyébként belkészítve neki. Igen? Ott nézd csak. Hol? Itt van egy copper kábel, ami nem csatlakozik sehova, és oda csatlakoztatod, ahol szeretnéd. Én a másik irányba indultam el.
Jó, de mondom, le is verheted a koppertábelt, szóval. Jó, persze. Nem akartam én rosszat. Nem, csak... Na, és akkor ide kell lubrikánt. Nem biztos. Várjál. Taumométer. Nézem a receptet, jó? Oké. Okay. Diamond Lens a feladat. Mondjuk ez... ja nem, ez még nem ehhez kellett, hanem... A Diamond Plate-hez, ha jól... Igen. Viszont cutting át... machine. És a cutting machine-be mit rakok bele a Diamond Plate-hez? Mert azt nem látom. Blokkot. Gyémánt blokkot? Igen. De fiú, van gyémánt blokkunk? Igen, van. Na, vízzel is felvágja egyébként. De lubrikánttal merőbb. Lubrikántat valóban kétszer olyan gyorsan csinálja, de igazából most az lényegtelen. Egy vödör vizet belekúrunk a szava. A kedves drúgát dobták egy... Hallgatlak. Várjál csak, szerintem van lubrikántunk. Van. Ah, tényleg, jó. Akkor menőzzünk. Gyorsan alszok, átmegyek, mert a druidák adtak nekünk egy gyémánblokkot. Milyen kedvesek, ugyebár. Isten tartsa meg jó szokásukat. Csak az a baj, idén nem tudtam őket látogatni, nem annyira voltak bűkezőek eddig. Jó, hát ha egy darab gyémánt blokkból 9 darab lap lesz. Na most nekünk egy darab kell. Igen. És te a gyémánt cseszthez mi kell? Most felejtsd már el, koncentrálj a feladatra, hozzad azt a gyémánt blokkot bele ebbe a vágógépbe. Töltök. Aztán utána úgyis elküldelek sárdokért. Válaszolj már, terület Minecraft. Válaszolj. Jaj, pusztító gyerekek, ez összetettség, amit csinál. Egy darab szírszert akarunk lecraftolni, amit ki kell kutatni előbb egy másik móddal, amit egy harmadik móddal, némi bányászattal, meg egy negyedik módból összevarázsolt valamivel, meg egy plusz géppel, kurva sok áram útján, nagyjából összekendácsolunk azért, hogy utána egyébként tudjunk csinálni még több energiát ott. Ami a zseniális különben, hogy volt a gyógyszergyárban egy napom, amikor 6 órán keresztül cseréltem ki egy flakont. Az jó. De tehát úgy van, hogy 20 perc a beöltözés, 20 perc a kiöltözés. Tehát ezt szeretném hozzátenni. És az történt, hogy oké, elfogyott a flakon. Ki kell menni, meg kell nézni, hogy elfogyott a raktárból a flakon, akkor el kell menni és igényelni kell, ahhoz alá kell írni a dolgokat. Alá kell írni egy csomó papírt. A csomó papír nem volt aláírva az előző emberek miatt sem, miatt annak utána kellett járni, azt ki kellett töltögetni. Akkor a raktárból elküldtek, hogy sajnos abban a raktárban nincs, próbálj meg egy másik raktárba, de abban a pillanatban akkor mostani kellett a papírokat, tehát azt is újra kellett írni. És az a... kérdezték, hogy Nauri, mit csináltál már? Hagyjuk. Hát igen, ez a... Akarsz róla még beszélgetni is, komolyan? És ez a... Akkor minden... Akkora volt a nap végére a fejem, bazd meg. Nem csodálkozok. Vagy alapvetően ez egy 21 perces művelet, mert hogy így végzel a benti dolgoddal, aztán... Hű, gyerekek, ez hol jársz a gyémánt blokkkal? Töltök. Ja, értem. Na, ebből egy, meg ebből egy. Én közben itt az egyik crafting table